vannak a Bibliában nagyon különös igék, amelyek manapság még tetejében igen időszerűek is, és az egyes embernek a történelemben elfoglalt helyével, helyzetével kapcsolatosak. Ilyen például a Prédikátor könyve 9. fejezetében az alábbi Biblia vers. Mert nem is tudja az ember az ő idejét. Mint a halak, amelyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogatnak a törben, miképpen ezek azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, mikor az eljön rájuk hirtelenséggel. Két hasonlat áll e Biblia vers előterében. Mindannyian láttunk már ilyet, vagy ha nem el tudjuk képzelni, hogy a halászok kivetik a hálójukat, és ott a folyó vagy tengervízben az addig nyugodtan úszkáló halak egyszerre csak zsákmányul lesznek. Egyik pillanatról a másikra. Előbb még szabadok voltak, vígan úszkáltak és lubickoltak, most pedig a háló összeszorítja őket, és valakinek az asztalán talán már estére étkek lesznek. A másik hasonlat, a másik kép pedig a madarakról szól. Hogy a madarak mennek az erdőben, figyelnek, lépegetnek, és egy óvatlan pillanatban beakad az egyik lábuk a törbe. és a kelepcében elveszítik a szabadságukat, és talán ők is már aznap este étkek lesznek valakinek az asztalán. Ez a két természeti kép vezeti be ennek a bibliaversnek a főmondani valóját. Azt mondja ez a bibliavers, hogy ilyenek vagyunk mi emberek is. Élünk az életben, lépegetünk, jövünk, megyünk, éljük a hétköznapokat, és aztán csak a történelemben bekövetkezik valami, amire az ember nem készült fel, pedig fel lehetett volna készülni, mert hiszen mi többek vagyunk, mint a halak és a madarak. Mi gondolkodó emberek vagyunk, mi előre tekintünk, és a történelemben láthatók a veszélyes folyamatok, ki lehet ezeket kerülni, és ha mégsem kerüljük ki, úgy járunk, mint a halak meg a madarak, befog bennünket a háló, elragad bennünket a tör és végzetes szerepre kényszerülünk valami történelmi vész idején. Az ember gondolkodó ember. Azt mondja Pascal, hogy minden méltóságunk a gondolkodásunkban van. Azt mondja Babics Mihály, hogy van-e valami hatalmasabb, valami csodálatosabb a gondolkodásnál. De ha nem gondolkozunk, akkor szinte az állatok szintjére süllyedhetünk, és mint a halak megfogatnak a hálóban, a madarak a törben, az ember is úgy esik bele a kelepcébe a történelemnek, a társadalom menetének bizonyos időszakában, hogyan is mondja ezt egészen pontosan Salamon, azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, mikor az eljön rájuk hirtelenséggel. A Bibliában van egy ilyen mondás, hogy a napok egyre gonoszabbak. A történelemben egyre Veszélyesebb helyzetek állnak elő, bonyolult, átláthatatlan helyzetek. Emberileg nem is tudod, hogy hova kellene állnod, jobbra, balra, vagy középre, vagy hova. A Biblia azt tanácsolja, hogy ne jobbra és balra nézzünk, hanem fölfelé. Van Istenünk, van Teremtőnk, és az eligazít bennünket, hogy ne legyünk olyanok, mint a halak, ne kerüljünk a hálóba, ne legyünk olyanok, mint a madarak ne kerüljünk a törbe. Ezt azonban csak az kerülheti ki, aki valóban Istenre figyel, aki nem csak elfogadja, hogy Isten létezik, hanem hallgatni, hallani akarja a szavát, és elfogadja a vezetést, sőt igényeli Isten vezetését.